Nagy a forgalom a Nyíregyházi Egyetem tanulmányi osztályán, a héten zajlik a beiratkozás. Az idei évben az előzetes számítások szerint több mint 4000 új diák kezdi meg tanulmányait az intézményben. Köztük az a 87 hallgató is, akik a pótfelvételi eljárás során kerültek be valamelyik képzésre. 2017-ben kevesebben jelentkeztek ebben az eljárásban, viszont többen nyertek felvételt, mint tavaly. Itt ez azért magától értetődik, hogy most nem a nappali tagozatos hallgatói létszám növekedett ezzel, hanem főként a levelezős eljárásban a márok levéllel rendelkezők szeretnének még tovább tanulni. Tehát itt az alap, főleg az alapképzési szakra jelentkezői létszámokat tudtuk növelni. Gondolok itt a gazdálkodás és menedzsment, sportszervezés alapképzési szakra, tanító alapképzési szakra, de most az osztatlan tanári szakunkat is, hogy levelező tagozaton is beindítottunk, itt is szép emelkedést tapasztalhattunk. A 2017-es, 2018-as tanévben új szakokat is indított a Nyíregyházi Egyetem, amelyek tovább erősítik az intézmény régióban betöltött szerepét. Ilyen az óvodapedagógus alapképzés, vagy a közösségszervezés. Az oktatási rektorhelyettes szerint ezek a szakok népszerűek voltak, a jelentkezések felülmúlták az előzetes várakozást. Azok a szakok, amelyeket most indítottunk, még a vártnál felül is produkálták a jelentkező létszámokat. Az óvodapedagógus alapképzési szakra 180 fölötti a beiskolázási számunk. Azt gondolom, hogy ez egy lélektani határt is átlépett, nagyon jó. Nagyon szép jelentkezésünk van a közösségszervezés alapszakra. És amit most új néven indítottunk újra, és védjegye is a Nyíregyházi Egyetemnek, a hivatásos repülőgépvezetői szak, népszerű nevén a pilóta képzés, megvan az a 17 fő, amivel stabilan indítható a képzés. A diplomások számára kínált szakirányú képzésekre az intézmény még péntekig fogadja a jelentkezéseket. Az ünnepélyes tanévnyitót szeptember 2-án tartják, hétfőn pedig megkezdődik az új tanév a nyíregyházi egyetemistáknak.